Sziasztok! Ott hagytuk abba, hogy a harmadik napunkon elértünk a Silverstein-gátig. Nem sokáig időztünk a nagy melegben, csak csináltunk egy pár képet és indultunk is tovább. A tó csodálatos helyen van, szépen illeszkedik a Carvendel-hegység lábán elterülő tájhoz. A gát egy földes töltésgát az Izár völgyében, Felső-Bajorország albesi részén, amit az 1954 és 1959 között épült 44 méter magas és 180 méter hosszú szilvesteini tározógától. Építkezés és a duzzasztás előtt korábban a tómedrében egy falu állt, amit néha 15-20 évente a gátjavítási munkálatai miatt látni is lehet. Ilyenkor leresztik a tavat, és akkor újra előkerül a falu. Gyertek, hajtsunk be ide, egy pillanatra. Ja, de nincs annyi autó, aminek szokott lenni, úgyhogy... Geöfnek, nyitva van, ja, jó van. Akkor figyelj, álljunk ide. Ide. Be. Na, megálltunk egy röpke kajára, remélem, hogy lesz valami. Telem az étterem, úgyhogy megnézzük, mi van itt. Tényleg? Hello. Akkor hello. Mindenhol a világ végére. Mindenhol, ahogy kijöttetek. Mivel jöttetek? Csak te itt is ragadtál. Én itt is ragadtam. Na, nézzétek, mit csinál a kaját. Kaptunk itt. Reggel, Roli még nem kapott semmit, nem is fog. Köszi. Megkajálunk itt. És magyar, képzeljétek el, magyar a pincérsrác. Nézzétek! Haltenyészet! Vagy, igen. Azta mennyi! Odas! Forelle! Ja! De jó hírek az a biztel? Igen, meg az kell. Odas mennyi van itt. Ah, de vagány! Odas mennyi van itt. És lassan odaérünk ahhoz a helyhez, aminek a látványa minden évben és évszakban lenyűgöz. Ez a hely a Hinterrisz, és a völgy végén az Engál. Erről a helyről, mint a többiről is, már láthatatok videót. De ha ide kattintatok, akkor megnézhetitek azt, ami egy időben a csatorna legnézettebb videója volt. Hinterrisz egy falu Tirolban, és az egyetlen állandóan lakott település a Carvendel-hegységben. A hely igazából Ausztriához tartozik, de közúton csak Németország felől lehet megközelíteni.
hely nevezetessége kétségkívül a völgy végén elterülő juharfa erdő. Itt a Kárvendelben és az Engvölgyben található nagy juharfa telephez hasonló nincs még egy az Alpokban, de Európában sem. Mintegy 2300 ősi hegyi juharfa terül el az Engvölgyben. És különösen ősszel színpompászínekben ragyognak. Az öreg juharfák görbe, tekervényes ágai emelkednek a Kárvendel masszív sziklafalai közötti, széles hüves területen. Gyakran csak egyedülállóan, nagy távolságokra egymástól, és ez az ősi, némely 300-600 éves fák méltóságát még erőteljesebbé teszi. A völgy tájának kedvessége ellentmond a körülötte magasodó meredek hegyek durvaságának. De épp ez az, ami miatt nem lehet nem megállni és elcsodálkozni ezen a gyönyörű helyen. Ez látszik is, hisz nyaranta rengeteg turista látogat el ide, és szerintem a hihetetlenül változatos családias túraútvonalakon mindenki megtalálja neki legjobban tetsző fantasztikus panorámát. ...1927-ben természeti kincsén nyilvánították a területet. Úgyhogy a hegyi juharok maradnak még, mi viszont lassan indulunk tovább. Megálltunk itt egy ilyen kis folyóparton, de valami brutál hideg hegyi patak folyik itt, itt a Hinterrissnél. És úgy döntöttük, hogy bemegyünk legalább a lábbal, de valami mocskos hideg. Hát ennyire tudtam nekivetkőzni. Na! Gyerekek! Laci bemegy, körülbelül hány fokos Laci? Minusz 10 kávé. Azt mondja, nagy sodrása van. Ajj. Na, legalább ezt. Úgy néz ki, hogy mindenki belemegy. Úgy néz ki, hogy Balaci belement. Zanett is neki készülődik. Oda a sodrásba lépjél be, csak előre menjél mindig, ne oldalt. Előre menjél. Vagy gyere innen, ne, Roli. Előre. Oda jobbra! Most! Roli, most jobbra! Azaz, hogy mehet? Kurva ideg! Vége, Roli, nem áll basszus? Várjál még egy kicsit, még majd többször kell belemenni. Többször kell belemenni, ja. A Laci úgy döntött, átmegy. Laci, átmegy a 2 méteresbe! Tényleg se lehet sokkal rosszabb, nem Laci? Ott van! Egy szál alsogatjába. Ott azért jobban folyik, Laci, nézd a! Kristálytiszta kavicsos patakban, Laci kivételével mindegyikünk úgy botladozott itt a vízben, mint a mostanút volna megjárni. Persze szívesen maradtunk volna még, mert gyönyörű ez a hely. De aztán meg indulni is akartunk tovább, hogy időben visszaérünk a szállásra.
A Hinterrisz völgye olyan érintetlen terület, amelyet még nem szabályoztak a turizmus és a környezetvédelem szigorú szabályai. Csak elképzelni tudjuk, hogy a nyáron csak csordogáló kis patak tavasszal, olvadáskor mekkora vízsodrást és erőt hoz magával. Aztán innen már hazafelé vettük az irányt. Gyorsan végighajtottunk még a Forneriszi fizetős útszakaszon. Aztán egy szempillantás alatt elértük a Weihensee-t, Kesselbergstrasse-t, majd a Kohersee-t. Így gyorsan megtankoltuk még a motorokat, hogy holnap ezzel már ne kelljen foglalkozni. Aztán indultunk is tovább, hogy mindenki elérjen a szállására. Na, jó reggelt kívánok! A negyedik nap. Megindulunk az Alpok felé. Én is fölpakoltam, majd megmutatom a motort, hogy nagyjából hogy néz ki. Nem olyan veszélyes, de egy kicsit több csomagom van azért, mert ugye én a motoros túra után egy hetet otthon leszek Magyarországon, úgyhogy már most vinnem kell a cuccaimat. Úgyhogy bepakoltam, szerencsére nyáron nem kell annyi cucc, úgyhogy ebből a szempontból azért elég jól befértem. Most meg megindulok a többiek felé a hotelbe, de hogy elindultam, láttam, vagyis hogy fel akartam venni ezt, amit most mondok, tehát megnyomtam a gombot és le volt merülve az elem, elfelejtettem kicserélni reggel az aksikat a kamerákba, úgyhogy most itt gyorsan kicseréltem, aztán megyek tovább. Még egy bankot kell keresnem, mert pénzügyi dolgokat kell végrehajtani. Na mindegy, megindulunk egyfele, sajnos ma, ahogy látjátok, nem valami jó az idő. Egy kicsit később is indultunk el, mert reggel 7 órakor még szakadt az eső. Aztán szerencsére, amikor most fölpakoltam a motort, akkor már jó volt, vagyis hogy azt mondom, hogy nem esett. Tehát meg tudtam csinálni tök jól. De most megint elkezd csöpögni, úgyhogy nem olyan szuper. Viszont a hegyek fel, amerre megyünk, arra már eléggé ilyen felszakadozott felhőzetet láttam, úgyhogy talán jó lesz. Viszont egy előnye van, tegnap 35 fokba mentünk, meg 32, meg 30, meg 30 fölött volt szinte mindig, most viszont 18 fok van, azt mondom, hogy legalább nincs annyira melegünk. Viszont eléggé párás idő van, úgyhogy mégis csak olyan megálltam egy pillanatra, és amíg kicseréltem az aksit a kamerába, addig is szinte leizzadtam a kabátba, úgyhogy nem olyan szuper. Tehát mindegy. Ez van. Na, szóval indulunk a hegyek fele, le az Alpokba, délfele. A Timmelsjok igazából a fő cél, úgyhogy abba az irányba megyünk. Reméljük, nem lesz ott ilyen nagy felhőzet, ott már látom, ki van szakadozva a felhőzet, már látszik a kék ég. Remélem, ott is valami ilyesmi lesz, mert ha a nagy felhők vannak, akkor abból a részből nem lehet semmit látni, az pedig nem olyan szuper, mert igazából azért szeretném a többieknek is ezt megmutatni, meg hogy lássák ők is, hogy igazi valójában, hogy ahogy jó időben kinéz, azért a szuper jól néz ki az a rész. Úgyhogy tartsunk velünk, remélem tudok majd olyan képeket mutatni, amiket esetleg még nem láttatok. Úgyhogy sziasztok! A negyedik napunkon végre elindultunk Olaszország és azon belül is a Dolomitok felé.
Természetesen ma kicsit sietősebbre vettük a motorozást, kihagyunk pár olyan útvonalat, úti célt, amit azért jó lett volna megnézni, de hát az idő. Az idő megint hajtott minket. Ennek ellenére ma úgy éreztem, hogy tényleg motiváltak vagyunk. Mindenki örül, mindenki várta, hogy lassan tényleg elérjük a nagy alpesi hegyeket. Habár az időjárás ma nem a mi oldalunkon volt, egy-két helyen nagyon-nagyon esett az eső. Egy ilyen volt köztük az általam és a nagy forgalom miatt mindig elkerült fennpassz. Viszont ma szerencsére elég jól át tudtunk rajta gurulni. Azért hétköznap itt sincs akkora tömeg, ezek szerint. Lassan elérünk a Timmels Jokágóhoz, és láthatjátok, már a felfelé vezető út elején is lenyűgöző a látvány. Ahogy kanyarkunk felfelé az úton, egyre jobban magával ragad minket ennek a gyönyörű tájnak a hangulata. A Hákó út érdekessége, hogy csak az osztrák oldalon van fizetőkapu. Így ha valaki spórolni szeretne, és csak a Hágó tetejére szeretne felmenni, akkor az olasz oldalról egy nagyobb kerülővel minden belépő és útdíj nélkül fel tud menni az út legmagasabb pontjára. Aki átmegy a Hágón, annak motorral 16 eurót kell fizetni az egyirányú útért. Ha viszont oda-vissza akarja ezt megtenni, akkor 21 eurót kell lecsengetni. Az osztrák fizetőkapunál található még egy nagyon színvonalas 4500 négyzetméteres motor és autókiállítás is. Itt többnyire régebbi oldtimer motorok vannak kiállítva, de igazából minden korszak képviselteti magát, amit szerintem mindenképp érdemes megnézni, ha erre jártok. Timmelsjok, magashegyi Hágó út, Ausztriában, azon belül Dél-Tirolon át, Olaszországban kanyarok 60 km hosszan, és ez az út köti össze a turisztikailag igen fontos két tartományt. A Hágó legmagasabb pontja 2504 méter, de az út 2474 méternél billen át az olasz oldalra. Felhőket nézzétek, azt a, hogy jönnek felhőket, hogy fúj, hogy viszi a szél, mi? Aha, nagyon brutál, mindjárt lefogy a kobakon. De nekem is fázik, odas, vérkák. Ahogy felértünk, az időjárás igazából már nem volt olyan rossz. Viszont fent olyan szél és olyan hideg volt, hogy nem tudtunk sokáig gyönyörködni ebben a hihetetlen holdbéli tájban. Gyorsan csináltunk egy pár fotót, aztán indultunk is tovább.
lefelé Olaszország irányába, ahol már tudtuk, hogy hamarosan még gyönyörűbb tájak és talán kicsit melegebb időjárás fogad majd minket. Ott van a múzeum. Már sokszor voltam Erdélyben, és sosem néztem meg. Dimensióknak ez az oldala kétségkívül sokkal élvezetesebb motoros szempontból, mint az osztrák oldal. Míg ott a monumentális hegyek által közrefogott völgy látványa teljesen más dimenzióba viszi el a motoros képzeletet, itt a sok hajtűkanyarral tűzdelt, meredek hegy oldal fantasztikus kilátást enged annak a motorosnak, aki egy pillanatra is belemeri venni az útra szemét. Na, megérkeztünk a hotelbe. Nézzétek. Roli még alsógatjával teljesen flexionöztel. Nem baj, lényegtelen. Hello. Krisztián. Na, szóval megérkeztünk a hotelbe. Egész jó, jó kis helyet kaptunk. A Krisztián mondjuk egy ilyen kis fártai ágya lesz, tehát mindegy, attól függetlenül jó lesz. Roli, mi ez van, jó? A kilátás az viszont egész király. Itt a kilátás, gyerekek, ezt figyeljétek. Mindenhol alma ültetvények. Itt mellettünk is. Igen, a hegyek, tökéletes. Kicsit esik is ott szerintem. Valahol áll itt háttérbe állítólag. Itt van valami pizzéria, meg étterem is van, úgyhogy valószínűleg oda megyünk. Na, szóval... Sziasztok! Laci még itt van mellettem, itt van, nézegetjük itt a tájat. Nagyon szuper. Gyönyörű. Milyen volt a nap, Laci? Hát fárasztó, de fantasztikus, fantasztikus. Hol jártunk? Felkészületlen motoros. Ne is próbálja meg, én ezt komolyan. Minimum 10.000 kilométer szerpentines múlttal rendelkezetek, mert ja, a... fizikailag... Tényleg. A megállások, tényleg. Nem? Meg a ferde utak. Tényleg. Nem tudod, mikor ferde az út, mikor le kell tenned a lábad. Annyira oda kell figyelni az ilyen dolgok. Így van. Főleg nagy csomagokkal, nagyon sok csomagunk van, meg hát... Két személy. Brutál, húha, tényleg, gyakoroljatok, ha ide akartok eljönni ilyen részekre, igen, iszonyatosan sokat gyakoroljatok. Igen. Mert ilyen macskajancsi, kéthetes jogosítvánnyal senki se próbálja meg. Ha csak nem
esik el majd, kész, ennyi. Felsegítik, van segítség mindig. Az igaz mondjuk, az igaz. De... igaz. Vannak nagyon-nagyon kemény ilyen hajtűkanyarok, ilyen visszafordítók. Jó, nem olyan egész végig, mint a, mit tudom, mint a Stelvionál, de hát azért egy-két kanyar itt is azért élesebb, vagy egy ilyen kicsit ilyen meredekebb, úgyhogy, ja. Hát mindegy, figyelj, attól függetlenül már én is vártam, hogy visszaérjünk, már én is azt mondom, hogy most már szombat, vasárnap, hétfő, kedd, negyedik napon vagyunk. Megmondom összintem, hogy a végén majd a térdemet is éreztem, azért nem a 20 éves korosztályba tartozunk, jó, nem vagyunk aggasztjának. Hát 1200 kilométernél vagyunk most. Ja, úgyhogy... Igen. Úgyhogy... Hát nem, igen. Nem autópálya. Ja. Nem. Így van. Úgyhogy... Egy óra alatt 20 kilométer maximum. nagyon sok ilyen lottyat menetel van, mert az a szerencsé, hogy ma, igaz, hogy esőben indultak, ezt ugye láttátok is, de az igazság az, hogy nagyon rossz időben mentünk, de viszont abban a szempontból jó volt, hogy nem volt benn az óriási meleg, ami tegnap meg tegnap előtt volt, tehát azt szakadasztó, megjött a Róli is. Szevasztok! Milyen volt Róli ma? Mit nagyon mondasz? Szuper volt, jó volt. Hol jártunk? Tetszett. De Balázs, én nem tudom, én mindig te utánad mentem. Ja, Timmersjökön voltunk, tovább mentünk valami Jaufenpassra, csak ugye itt lejjebb van a szállásunk egy kicsit délre, igazából nem messze egy ilyen 20-30 kilométerre. Aztán holnap visszamegyünk ezen az úton, és akkor a Jaufenpasson végigmegyünk, ami tulajdonképpen hozzátartozik a Timmersjökhoz, mert németül mondom, mindig. Tehát az hozzátartozik általában mindig ehhez az útvonalhoz, mindenkinek szinte, szerintem minden motorosnak. Sült húszagot értek. Az igaz. Aztán közben éhesek lettünk, de... Eszünk egy órát. De mindegy, aztán arra megyünk tovább, aztán még ott lesz még egy hágó, lefele Bócön fele, aztán onnan meg a Dolomitokban a következő szállásunk, ott már tényleg benn vagyunk az igazi hegyekbe. De ez se volt rossz, úgyhogy... Mindegy, most összepakolunk, azt megyünk ajánlni, majd még jelentkezünk. Nézzétek ott a másik oldalon, ott a, itt, hát van egy ilyen völgy itt, és annak a másik felén ott abban, azon a részen, ott van egy olyan szép kis templom, nem tudom, lehet-e látni. Talán látszik, hát ennyire tudtam ráközelíteni ezzel a kamerával, de nagyon szuper jól néz ki. Viszont most gyalog akarunk elmenni majd kajálni, és most kezd megeredni az eső, hát eléggé trágya idő van. Ott szerintem esik is, amit előbb is mutattam. Azt tudja, hogy esik ott háttérbe. Na mindegy, attól függetlenül jó lesz minden. Maradjatok velünk, holnap folytatjuk. Sziasztok!